Két rendőrséggel kapcsolatos témával kezdte ülését a közgyűlés, ahol elsőként lehetőséget kapott Szabó Vendel megyei rendőr hogy szeptember 1 kinevezése óta most hivatalosan és személyesen is bemutatkozhasson a városi döntéshozók előtt. A főkapitánya a köszöntője után bejelentette, hogy Schuster Tamás városunk rendőrkapitánya. Itt hagyja Dunói várost és Veszprémben bűnügyi főkapitány helyettesként folytatja a rendőri pályafutását. Városunk rendőrkapitányi feladatait Törköly László alezredes látja majd el. Több szervezet illetve feladat támogatásáról is született döntés. A rendőrség egyszer két millió forintot kapott a városi tevékenységek többletfeladatainak finanszírozására, illetve 38 millió forint kifizetése mellett kötelezte el magát városunk, amely a dunói városi térfigyelő rendszer következő évi költségét fedezi. Éves szinten 316 millió forint többletbevételt jelent településünknek a most elfogadott építményadó mértékének emelése. A DVG számára 9,5 millió forintot fizet városunk, amit park fenntartásra, zöld felület gondozására fordíthatnak, illetve további másfél milliót fásításra, füvesítésre. Néhány hete már tudjuk, hogy város sem fogja megúszni, az elszabadult energiárak miatt pedig intézkedésekre lesz szükség. Most az intézkedési csomagot fogadta el a testület, és amit már tudhatunk, a villamos energia ellátás biztosítására közbeszerzési eljárás van folyamatban, és csak november másodikán fogunk részleteket és főleg összegeket látni. Azonban valószínűsíthető, hogy az idei évhez képest a villamos energiára többszörösére, több mint nyolc szorosára emelkedik majd. Összességében a villamos energiára önkormányzati szinten jövőre 123 millió forintról 900 millió forintra nőhet. A gázár növekedése a 2022. évi nettó 30 millió forintról jövőre 91 millió forintra prognosztizálható. Az önkormányzat számára a legjelentősebb költségnövekedést a 2022. évben a távhődi változása okozza. A távhődiának növekedése idén 420 millió forintról jövőre nettó 1,7 milliárd forintra prognosztizálható. Az önkormányzat energiafogyasztása összességében tehát 574 millió forint helyett jövőre 2,8 milliárd forint lenne. Dunajváros közülése kinyilvánította, hogy a költségek csökkentése érdekében azonnali intézkedéseket kell bevezetni, hogy a kötelező feladatai közül a prioritást élvező feladatokat el tudja látni. Az elfogadott közgyűlési határozat szerint Dunai Város közgyűlése felkéri a fenntartásában levő intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a takarékosság érdekében a szükséges lépéseket, vizsgálják működésük valamennyi területén a költségcsökkentés lehetőségeit, tegyenek javaslatot a szükséges fenntartói, tulajdonosi, feladat átadói döntések meghozatalára. Ami pedig már biztos, hogy a polgármesteri hivatalban december 19-től január 2-ig igazgatási szünet lesz, ez idő alatt a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadás sem lesz.